Igazi, ez a címe a pécsi fotográfus Kalmár Lajos kiállításának. 30 év munkái láthatók fekete-fehérben. A fekete-fehér az egy abstrakció, ugye? Tehát innentől kezdve minden olyan dolgot, aminek van érzelmi töltete, azt az adott irányba felerősíti. Most ez egy nagyszerű eszköz különféle érzelmi töltetek, meg hangulatok kifejezésére. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem csinálni. Most nyilván napi szinten mindenki látja a Facebookon, meg az Instán, hogy én miket csinálok, meg mit csinál egy pécsi fotós. Hát abszolút lehet tudni, nekem azért én megint 43 fotóalbumom, abból is kiderült azért néhány dolog, de az egy hétköznapi megélhetés és az önkifejezésnek egy ilyen szerényebb formája. Ez sokkal inkább a tartóság, az igaziság, a végtelen, az örökké valóság felé mutat, vagy legalábbis akar mutatni ez az anyag, amiben én nem akartam különös tematikát, tehát nem akartam egy témát körüljárni, nem akartam konceptualista művészként megjelenni, hanem egyszer úgy gondoltam, hogy az én dolgom ebben az esetben az, hogy az embereket kvázi szórakoztassam. Tehát ez milyen jó mutatna a nappaliba, vagy ez milyen vicces lenne az irodába, vagy... Tehát ezek miután már nem sima fotókról beszélünk, hanem már műtárgyakról beszélünk, ugye kézzel készült az elmúlt 30 év válogatott anyaga, egy minimum 500 évig elálló baritált papírra készült kézzel. Tehát, hogy ezek azért, ha ezeket így összeadjuk, összeszorozzuk, akkor ezek nem olyan rossz dolgok azért. Én vagyok az optikai zenebohóc. Tehát nekem az a dolgom, hogy amikor az emberek ezt megnézik, akkor azt mondjuk, hogy na, ez tök jó. Aha, miért? De jó, aha, tényleg. Tehát nekem ez a dolgom. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a fotók jók lennének színesben. Tehát mondjuk a piramisoknál homokszín kékék viszlát. Ugye, azt ott van a naromorú. Ott lényegében sziluettek vannak, egy sötét kékkel, meg egy világos kék, ha most színesben mondom. Ott van Róma, vihar előtt, fekete felhők, fehér felhők, szürke épületek a Palatinus dobon. Tehát, hogy ezek pont nem, ugye? Tehát, de most jó, hogy ezt mondtad, vagy a szénmosó, ami itt van, hát ott minden fekete és szürke, ugye? Tehát lehet, hogy én úgyis válogatom eleve a dolgát, most nem mondod, lehet, hogy igazad van. Vagy ott van Trinidad, ami nem Trinidad és Tobago, hanem egy észak-kaliforniai öbből. Ott is szürke ég, partra sodor tuskó a tengerpartra. Most én lehet, hogy nem előre megyek, hanem vissza, de ha visszamegyek, akkor ezekkel és mások reakcióit megtapasztalva azt gondolom, hogy ők is jól érzik magukat ettől. Tehát ezek gyönyörködtető dolgok, ezek szépek, ezek az örökké valóságnak készültek. És azért nem mindegy, amikor az ember mondjuk egy gyűjtő vesz egyet, akkor, hogy hát ez most 10 év múlva kuka, vagy az unokám is ezt fogja nézni, ugye? Az nem mindegy. Mondok egy példát. Mégiscsak fotó, de mégiscsak valamilyen módon az ellenkezője. Létezik egy Joel Peter Witkin nevű nagyon-nagyon művész fotós, aki halott embereket, meg különféle csendéleteket csinál belőlük, meg ilyen agymenéseket fotóz. Most ennek a csávónak a legnagyobb gyűjtője az a Richard Gere. Most a Richard Gere is belátta, hogy ezekkel a képekkel nem lehet egy ebédlőasztalnál ülni, meg játszani a gyerekkel, hanem külön erre a célra vásárolt egy lakást, ahol ezeket a képeket tartja. Tehát az egy másfajta szintű befogadás, megtisztelem azzal, hogy teret adok neki, fűtöm, bepaszportozom, bekeretezem, lezárom, minden oda vonatkozó dolgot összegyűjtök. Ugye ez már mondjuk valamiféle betegség inkább szerintem, mint sima gyűjtőszenvedély. De itt is benne van a tisztelet, benne van a valamiféle személyes kötődés a művész és a befogadó között. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezt marha egyszerű módon ezekkel is el lehet játszani, ezeket is lehet szeretni. Nem kell nekik lakást vásárolni, meg nem kell külön bármiféle extrát csinálni, egész egyszerűen ezek jó, hogy vannak, és jó rájuk nézni. 47 darab kép van kirakva, ezek közül a legnagyobb negatív, amit használtam, az egy 13x18-os, tehát ekkora negatív, nem a nagyítás, a negatív, amiről nagyítottam, az ekkora, a legtöbb az 4x5 inch, illetve 6x7 centi. Ezek hát nagy meg középformátumú filmek. Igazából tematikája a szó valós, primér tematika jelentésében nincsen, mert
nem egy témáról szól, ha csak nem gondoljuk úgy, hogy maga az analóg technika az egy téma, ugye? Az analóg technika az ebben az esetben egy technika, nem pedig egy téma. A téma az, hogy nem tudom, elvágyódás, realitás, elmúlás, testvérek, nem tudom. Tehát ilyen értelemben, ha nagyon le kéne írnom, hogy miről szól ez az egész, akkor itt vannak utazások. Egyiptom, Marokkó, Gambia, Kenya, Tanzánia, Róma, San Francisco, Párizs, Prága, ilyenek. Művészeti oktatásban biztosan nagyon jó ez a digitális, ide húzom, oda húzom, megcsinálja, kiszámolja, kiszínezi, beszínezi. Na de a manualitás az, amikor ezt tényleg csináljuk, amikor szaga van, amikor meg lehet fogni, amikor ez egy valós táj. Tehát nem a virtuális térben kergetőzünk, hanem meg tudjuk fogni. Ugye? Tehát azért más valakivel videócseten beszélgetni, meg más mélyen a szemében nézni közelre, én ezt gondolom. Na, tehát én valami ilyesmi irányokat szeretnék, aztán vannak itt más, ilyen kicsit elvontabb dolgok, próbababák, aktok, vannak itt olyan képek, amik forgólencsés panorámagépekkel készültek. Amiket itt látok körbe, azok tényleg az örökkévalóságnak készülnek. Tehát az 500 év az a minimum. A kiállítás azonban nem lesz ilyen sokáig nyitva. December 17-ig láthatják Kalmár Lajos képeit a Pécsi Művészetek és Irodalomházában.